Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Ha egészség van, minden van, ha nincs egészség, akkor az a felmérés, amit itt most én a felszólalásomban fel fogok önöknek olvasni és el fogok mondani, az eléggé lesújtó lesz, az pedig az egészségügyi országprofil. Jelen pillanatban egy friss felmérés szerint a magyar emberek 12%-a elégedett az egészségügyi ellátással, 58%-a elégedetlen, 80%-a pedig azt mondja, hogy zsúfolt, és nem lehet időponthoz jutni, ha csak a várólistákat nézzük. De mielőtt az egészségügyről beszélnék, és a magyar egészségügy helyzetével, vagy a magyar emberek egészségi állapotával, akkor egy dolgot itt a legelején hadd szögezzek le. Minden egyes egészségügy dolgozó, legyen az ápoló, ápolónő, orvos, betegszállító, takarító vagy portás, mindenkinek le a kalappal a munkája előtt, hogy ilyen bérek mellett Magyarországon az egészségügyben dolgoznak. De nézzünk egy kis európai összehasonlítást, ha már Étvári úr így rám nézett nagyon morcosan, mert nézzük is, mi a valóság. A valóság az, hogy a magyar állam a GDP-hez viszonyítva 7,2%-ot fordít egészségügyre, az Európai Uniós átlag ez 11%-12%. Az egészséges életnek 4 alappillére van, ami ez a mentális egészséghez alapvető. Az első az az életkörülmény, a második a pénzügyi biztonság, a harmadik a sport, a mozgás, a negyedik pedig a társas kapcsolat, a családban eltöltött idő. Ha ezt a 4 pillért megnézzük, akkor Magyarország rendkívül rossz helyen áll ezekben az összehasonlításokban. Ha az életkörülményeket nézzük, akkor az Európai Unió összehasonlításban körülbelül középmezőnyben vagyunk. Ha a pénzügyi bizonytalanságot, biztonságot nézzük, és nem véletlen elszólás volt, akkor Bulgáriával az utolsó helyen kullogunk. Ha a sportmozgás terét nézzük, ott is van mit fejleszteni, főleg a szabadidősport és a tömegsport terén. A negyedikben pedig a társas kapcsolatokban, ha megnézzük azt, hogy az utóbbi években a gyermekszületés, a halálozási arány, az elvándorlás milyen mértékeket öltött Magyarországon, akkor azt gondolom, hogy igenis elgondolkodott az, hogy milyen adatok vannak itt előttünk, és ez nem KSH, nem EU-stat adat, hanem önöknek, az országgyűlés hivatalának az adatai, amiket én most itt önöknek elmondok. Tehát a házon belülről jönnek ezek a friss adatok. Tehát, hogyha valakinek netalántán ez nem tetszene, vagy ezzel vitatkoznak, akkor kérem járjon utána. Ez például egy mai friss adat, amit önöknek itt elmondok, és elmondok a felszólalásomban. De hogy nézzük tovább az Európai Unióban, az összehasonlításban a magyar egészségügynek a helyzetét, a harmadik legalacsonyabb összeg az, amit még költünk a magyar egészségügyre, és ha megkérdezik a magyar embereknek a véleményét a magyar egészségügyről, akkor egy eléggé megdöbbentő nyilatkozat volt ma reggel, és egy volt miniszter, Kóka nevezetű miniszter, aki nem arról híres, hogy a száraz kifrit rákcsálja reggelente, ő azt nyilatkozza a média hasábján főcímben, hogy 100 kórház van Magyarországon, és annak a felét be kellene zárni. Egészen megdöbbentő egy olyan embertől, ha jól tudom, hogy a magánegészségügy irányába indult el, és ha jól olvastam, egy kicsit utána néztem, a negyedik legnagyobb olyan magánegészségügyi intézménynek az alapítója, amiben ő érdekelt, hogy a magánegészségügy irányába menjenek az emberek. Én elhiszem, hogy ezt a nyilatkozatot teszi, de valószínűleg ezt meg tudja fizetni. De akkor nézzük meg ennek is az adatait, hogy jelen helyzetben mi Magyarországon a helyzet. Ha 2021-22-23-as évet nézzük, akkor egy magyar családban minden harmadik ember körülbelül 150 ezer forintot fizetett 2021-ben, 2022-ben 250 ezer forintot, 2023-ban minden harmadik ember 348 ezer forintot fizetett ki magánellátásra. Még egyszer mondom, 348 ezer forintot. Ha hazamegy valaki és a családba otthon beszélget, hogy milyen egészségügyi ellátást vegyenek igénybe, akkor a magyar lakosságnak a fele, egyharmad azon gondolkozik, hogy nem érdemes az államiba elmenni, hanem sajnos el kell menni a magánellátás irányába, mert ott azonnal lesz orvos, azonnal meg tudom gyógyítani a beteget, azonnal meg tudom gyógyítani a családtagomat. Lehet, hogy Kóka úr szerint és a magyar kormány szerint ez az út, de én azt gondolom, hogy nem. És ezzel remélem, hogy ellenzéki képviselőtársaim is ugyanígy vannak ezen a véleményen, de a magyar lakosságnak is ez a véleménye. Ugyanis a magyar költségvetésből a GDP-hez arányosítva nem 7%-ot, hanem 11% vagy 12%-hoz közelítene csak az Európai Uniós átlagba, akkor azok a magyar emberek, akik nem tudják megfizetni azt, hogy magánellátásba elmenjenek, akkor igenis igénybe tudják venni azokat az ellátásokat, ami azt gondolom, hogy alapvető emberi jog, hogy valaki ma az egészségével kapcsolatosan a kórházba időpontot kapjon, és a megfelelő egészségügyi ellátást megkapja.
Ahogy kezdtem a felszólásomat, ugyanúgy szeretném befejezni, minden egyes egészségügyi dolgozónak szeretném megköszönni a munkáját, de a magyar kormánynak nagyon komoly lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a magyar egészségügyi állapota javuljon, és ne a magánellátásba tolják el, hanem igenis biztosítsák az állami ellátást. Köszönöm, hogy meghallgattatok.